Jó reggelt, nekem most reggel van, olyan 10:30 lehet, és indulunk Alexához, a körmösömhöz. Ezt már nagyon vártam, hogy menjek, és végre eljött az a nap. Ez tudjátok, fiúk, a lányok életében egy hatalmas és fontos dolog. Na szóval teljesen mindegy, lényeg a lényeg, hogy most fogok indulni, és először elmegyek a körmösömhöz, aztán találkozunk Chillszel, és még a Sziget Fesztiválra is ellátogatunk. Tegnap is voltam Dua Lipán, állati jó volt az a nő, Istenem, nagyon-nagyon jó volt, viszont tegnap nem vlogoltam. Ma viszont egy kicsi vlogot készítek, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek. Egyébként a minőség az most azért nem olyan szuper, mint az előző egy-két vlogban, mert most nem a kamerámmal fogok videózni, hanem a telefonommal, de gondolom megértitek, hogy nem akartam bevinni a kamerát a Szigetre, de teljesen mindegy is, induljunk! You lie by my side. I can't sleep, already tried, but still I dream away. Sziasztok! Közben végeztünk a körmömmel. Sziasztok! Nagyon-nagyon gyönyörű lett, most ugye sokkal kisebb, mint rövidebb lett, de nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy köszönöm szépen, Alexa, megint nagyon jó munkát végzett, nagyon ügyes vagy, mint mindig. Úgyhogy köszönöm szépen, és most pedig megyek Chillszhez, Chillához. Ugyanis készülődünk Szigetre, és eszünk együtt. Amúgy Chilla, nagyon éhes vagyok, úgyhogy remélem már elkezdted melegíteni a pörköltet. Azt mondta, pörkölt van otthon, úgyhogy én készen állok. Chilla mindjárt jön, és indulunk a Szigetre, csak még felment egy-két cuccér, és aztán go! Megnézzük Shawn Mendes, Kygót, és én őket nagyon-nagyon szeretem, és nagyon várom, hogy lássam őket, szóval alig várom, hogy már ott legyünk. Kávéztunk, meg ettünk, meg kutyáztunk, hihetetlenül édesek a kutyusok is, most pedig láttatok egy-két videót velük. Megérkeztünk Chillával, végre, úristen! Itt vagyunk, a tábláktól nem látjátok, de itt vagyunk! Úgyhogy amúgy nagyon sokat gondolkoztunk, hogy taxival jöjjünk-e vagy nem, de végül Bégelével jöttünk. És is sokkal jobban megérte egyébként. Szóval most bemegyünk, és már nagyon várom. Hallatok valamit, de nagyon jó a parti, meg minden. És ja, Shawn Mendes... Ezt ne higgyétek el, mert sötét van, és nem is látszik, hogy jó a parti. Jó, de Shawn Mendes nagyon király volt, nagyon adtam a csávot, szerintem mindenki imádta őt. És most a vízbe vagyok, és így partizom. Yeah.
Közben már 5:30 lehet, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon reggel van, nagyon-nagyon álmos vagyok, de úgy gondoltam, hogy hazafele gyorsan csinálok nektek egy kis vlogot. A helyzet az, hogy szörnyen sok autó fog elmenni mögöttem, de remélem, hogy azért élvezhető lesz ez a kis élménybeszámoló, amit én most mondani fogok nektek. Amennyiben túlságosan zajos lesz, de kiírok egy-két mondatot, ami nehezebben érthető. Lényeg a lényeg, hogy szuperül éreztem magam a Balaton Soundon és a Szigeten is, viszont a Balaton Sound az sokkal jobban belopta magát a szívembe. A Sound az kisebb is volt, kevesebb is volt a tömeg, és ez az a két elég erős ok, amiért én inkább a Soundra voksolok. Nekem a Sziget az túlságosan is nagy volt, és túlságosan is sok ember volt. Ettől függetlenül nagyon élveztem, mert az előadók eszméletlenül jók voltak. Én a Dua Lipás koncerten kint és a Shawn Mendes-es koncerten voltam kint, és eszméletlenül királyok voltak, szóval az előadók előtt le a kalappal imádtam őket. Van, aki a Szigetet szereti jobban, van, aki a Soundot. Én most mindkettőt megtapasztaltam ezen a csodálatos 2018-as nyári szüneten, és igazából mindkettő állati jó volt. Amint hallhattátok, 5:30 van, vagy már szerintem lassan 6 óra van, és ideje hazamenni, és én még mindig itt vagyok a parlament előtt. Remélem, hogy élveztetek ezt a kis vlogot és az élménybeszámolót. Ideje hazamenni, szóval jó pihenés nektek, akik egyébként fesztiváloztak, és további szuper nyaralást kívánok nektek ebben a még pár hétben, ami még van hátra, ebben az 1-2-ben. Találkozunk a következő videóban, sziasztok! You're lying.